Megérkeztek a francia nyomozók az argentínai helikopter tragédia helyszínére. A hatóságok azt vizsgálják, hogy a két gép miért ütközött össze a levegőben. Egyelőre nem tudják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki probléma okozta-e a balesetet. Összesen 10-en vesztették életüket, köztük 3 francia sportoló, Camille Muffat olimpiai bajnok úszó, Florence Arthaud vitorlázó és Alexis Vastine ökölvívó. Rajtuk kívül a tévéstáb 5 tagja és a 2 pilóta halt meg. Párizsban az elhunytakra emlékeztek. Thierry Braillard sportügyi államtitkárral együtt arra kérünk minden szövetséget és sportegyesületet, hogy a hétvégi mérkőzés előtt emlékezzenek az áldozatokra, mondta Patrick Caner városfejlesztési, ifjúsági és sportminiszter. A megemlékezésen részt vett Sylvain Wiltord Európa-bajnok labdarúgó is, aki a stábbal forgatott Argentínában, pár száz méterre volt a történtektől.